Sziasztó! A most egy videóban mi is leszettáltam. Most egy videóban barkácsolni fogunk. Igen, amatőr barkácsol magazinon 20. Egyikeztől a 20. részéhez. Igaz, hogy régen nem csináltam barkácsoló videót. Ide is egy tesztelő videók voltak. Nem tudom, most kezelben van a kesztyű, de biztos nem fogok sokáig viselni. Szerintem néhányszor nem vitt ez a kesztyű, néhányszor sokkal veszélyesebb. Nem minden. Próbáltam ezt javítani, hiába nem sikerül, szétvette a gép. De milyen, igen, szétvette. Már az a baj, én is elrontottam azt a helyzetet, hogy véletlen megvettem, mindenhol jövök. Megvettem, igen, megvettem ilyen damit, acélszálas damit. Én ebben ilyesmiben nem fogom még egyszer használni. Nem. Mert a burkolatot mindig szétveje a burkolatot. Ma valami mási szegényvágó, vagy nem sohott hiány, mert minden után nézek. Ezt lehet fogok használni ebbe. Ebbe csak egy múlanok damit fogok használni. Na minden, akkor most akkor mindjárt leítsejük a burkolatot. Igen, most megmutatom a burkolatot, ami sajnos régi burkolat volt, mert az acélszálas domi, az akkor sajnos szétvert a burkolatot, mert régi is volt a burkolat, új burkolatot is szétvert. De minden többé nem fogok használni, de akkor hiába az a régi gépek a burkolat tönkemet, akkor van itt egy kés. Adtak hozzá egy kés. De az még, azt hiszem, hogy ezt a kés még valahogy ki kell még toldani így. Valahogy ki fogom még toldani, mert így nem lesz jó. Mert nem biztos, hogy jó lesz az új burkolat, védőburkolat, nem biztos, hogy kompatibilis lesz a dummy felje. Valami, és a meghosszabbítók egész. Itt a fogantyú része két rendes imbuscsava, azt hiszem, két facsava volt. Ez biztos minden nem sokan fel fogok fogadni. De először késhez heggeszteni fogok valami acélféleséget kerestem, kicsit meghosszabbító, hosszabb legyen. És nehogy itt szítve, az is burkolat meg is szít legyen verve. Igen, mielőtt tovább mennénk, akkor ezt meg kéne köszönülni. Vagyis mielőtt elkezdeni heggeszteni, mert vegszer elvágni. Rosszat letakarítani. Az rossz régi kús, de acél az a fontos. Mert ahol akarok kipótolni a kést. Igen, mert elindítanám a köszönőt. Elmondanám azt, hogy mindenképpen szemüveget viselni. Valami szemüveg kell. Jó volna a védőszemüveg, de minden lehetőség nincs, de akkor az a szemüveg is jó. A más nincs, de igen, védőszemüveg kéne. És az a baj, aki szemüveget visel, nem tud felvenni a védőszemüveget. Hát én nem tudom, én nem tart biztos, jó ötletet tartom a kesztyűt, lehet bekapja a kesztyűt, egész újra, mert én nem tartom jó ötletet a védőkesztyűt, sokan azt akar a védőkesztyűt visel, nem tudom, nem minden, kezdők is el a munkát. Igen, elmondanám, van mikor jól felmelegszik, akkor kicsit adni kell, hogy hűljön. Mert most úrától kezdőben sokkal jobban észrevesz, hogy felmelegszik. De szerintem jó lesz az elválni, és lehet heggeszteni. Akkor az itt van hozzám mélyen. Na jó, be is mélytük, be van méve. Hát itt a hátul van feszel kis gomb. Ez benyomó, itt a kattalási meghúzó, jó, nem mozog. És akkor kulcsa
lecseréljük a köszörű korongba a vágógorongba. Ha nem kell volna nagyon vastag korong, innen elég lesz ilyen első hasonló vékok vágókorong, és volna kopott is, mert nem sokat kell vágni. Szerintem nem is kell rászorítani se. Szorosságos rászorít a kulcsa, mert nem kell meghúzni. Felhúzom a kesztyűt, mert lehet sokkal veszélyesebb fel van húzva a kesztyű. Én legalább hátra belkap a szikra, hátra meggyulhat a kezembe. Igaz, hogy telefonra is kéne válaszolni. Na jó, levágom ezt egy végét. Na jó, megpróbálom válaszolni a telefon, hát ki fog hűlni. Na akkor kulcsot megfordítsuk, már lehűlt, válaszoltam a telefonra. Most már meg lehet forró, aztán nem elég forró. Egy kis idő eltelt néhány pár perc, megfordítom. És folytatom fekszel a vágást. Vigyázzuk a pólóra, ruhára ne nagyon menjen rá a szikra, mert le meggyúsa. Hát műszálas ruhát kéne, vászon kéne venni, de már majdnem minden ruha műszálas, mert a munkavédelmi ruhák is. És erre azt mondja, lehet heggeszteni is. Hát nem lesz egyszerű, biztos. Mert elkezdem heggeszteni. Jó az ő meg, jó az a időszer, tehát azért egy pás kellene hozzá egy heggesztése. Igaz, hogy jobb minőségű pás kéne, már lehet egyszer veszek, de nem vagyok biztos, hogy ez a balkácsos videó is meddig fog menni, de minden lehet, mert egyszer veszek egy jobb minőségű pás, ami heggesztési automatikusan be fog sütítelni, de minden, biztos hiány is van, nem tudom. De és minden, hogy szövőben elhelyeztetünk. Éppen lehet összecsípni, de más nem. Hát akkor kezdem mindent hozzá heggeszteni. Igen, elkezdem a heggesztést. Hoppa. Te kesztyűt nem teszel kezembe. Mert azért nem érzem a vasat. Na hiába a 2000 fok a kesztyű nem víd meg. Bekapcsoltam a heggesztőt. Sajnos így nagyon sokat nem tudok bemutatni. Na jó, akkor. De remélem nem rontom el. Ajjaj. Elkezdő ilyenbe kellett volna csinálni. Na jó, megnézzük mindjárt. Kiveszem. Hoppa. Na, itt a napon megnézve jobban látom. Akkor átteszem másik oldalra, hogy hátra jobban megy. Ezt szeretem, amikor valami leesik.
Na jó, kezdjük előre. Kikapcsol a hengesztőt, és akkor keresek egy kombinálfogó, mert egyszer megvan. Keresik egy kalapácsot. Előre leváltuk a kalapácsra, levettük a sarakot, akkor most kezdünk megint még ezzel meghengeszteni. Most bekapcsolom a hengesztőt, és megint feltenni a past. Nem ilyen jó lesz. Megint megkeressük a kombinálfogót. Szerintem az ide jó lesz az írással. Na jó, az kihűl, akkor megküszülni. Hát lehet, nem állt olyan kicsi megfogni. Még. Hát a hengesztő se állt cserélni. Jó lesz! Hoppa! Elfogna a kombinálfogó, és itt a hengesztő már nem is nagyon kell. Jó is lesz így egyelőre. Le lehetne hűteni a vízbe, de szerintem akkor el fog törni hamarosan. Én nem merem lehűteni a vízbe. Hát kicsit hengesztésre több gyakorlat kéne. De minden jó az nekem. Nem nagyon szoktam hengeszteni. Vagy hengesztőt is le kéne már a sacsájénem. Én úgy vagyok vele, inkább megvárom, hogy lehűjön. Nem hűtöm le a vízbe. Inkább várok egy kis időt. Igen, itt az a vas, vagyis az a adagolókés, meghosszabbítottam. Lehet, hogy egy óta csak simán le kéne küszülni. Jó, megint most itt vagyunk, most megint most akkor rátesszük a levet, lecseréljük a vágókorongot. Így megnyomjuk a gombot. Jó. Hát azért nincs is szükség jól rászorítani. Utána is sissal levegyünk. Igen, akkor ezt ide ráteszem. Akkor ennek a belső része lesz itt bent. Hát úgy kéne csinálni, a tolás ne legyen benne.
Tojás vagy tojás, nem is tudom. Jó van. Akkor meg is volna. Na, elmondom, valami védőszerűmeget kell használni, van szerűmeg, legyen látunk. Valami szerűmeg, hát nekem van rendes szerűmeg a területen, nincs szerűmeg, aki nem szerűmeges, az valami védőszerűmeget tegyen fel. Ami biztos, az is elég meleg lehet. Akkor kicsit várni kell, mert biztos folyó. 5-10 percet vártuk, akkor most megint befogjuk a satúba. Talán még más jótnál is nem állt szerintem megköszönni. Én szerintem jó is lesz. Anna úgyis a videóbókkal kerül, szerintem nem is kell, hogy jó kinézzen. Én jó is lesz szerintem. Persze most megint 10 percben várni kell, hogy lehűljön. Hát nem valami jó a megvilágítás, igaz? Na mindegy. Akkor most minden hozzá is kezdtem a köszönéssel. Ezt nem vasra megköszönöm, vasra. Az a kókést. El is fel tud folyósodni. Na jó, beáztattam azt a vasat, mert nem akart leülni, akkor múlból megint beindítom. Én azt hiszem, jó is lesz ez már. Na jó, akkor most adakókés ki van küszülve, meg lett toltva, hosszabb lett, akkor most fel kell csavarozni. Igen, adtak hozzá ki csavart, és megfelelő csavarhúzót meg kell esni. Nem magas a csavarhúzó. Nem megfelelő, nagyobb csavarhúzók kell. Jó, tehát a másik csavarhúzót. A másik csavart is nem által be lehet tenni. A csavart. Ki is veszed az, hogy nem kell. Ó, te jó, mindenre fejesik. Hát akkor nem által kicsit, hogy kijel fúzni.
Nem is hogy mutassam be, nem is tudom el, hogy kéne bemutatni. Jól látom, egészen jó is lett. Akkor itt a fűnyíjó, a fűkasza, elnézést, rosszul mondom. Hát igen, sajnos az időfogai, mert az acélszálas volt, szétverte, tönketette. Na minden, most megpróbál a burkolatot lecserélni. Úrjátok, nem sokat tölteni ki akkumulátort. Na, akkor megkeresünk a megfelelő imbusz kulcsot. Ez az lesz, nem biztos. De lesz, igen, jó, megtaláltam. Hát a hanasást nem tudom. De mindjárt leveszünk a burkot. Ez már lehet a piszkos is. Van benne ilyen kis hegye, ahol ki lehet takarítani. Hoppa. Ha sajnos ne is rádolgozni, az volna legjobb, hogy elteti gyári lenne. De sajnos elteti gyárit már nem tud beszerezni. Hát igaz, a burkolat is volt 6 éves, a hideg, meg a meleg tönkretette, meg a damiok. Nem kellett volna acélszálas dami venni. Mindjárt meg is teszünk vele. Igen. Akkor se is távolítom azt el is. Hoppa. Mert az a gépes nem át tudom megtakarítani, de mindegy. És akkor itt van az új burkolat. Hát ez egész az abban nem így jó. Hát remélem jó lesz az így. Na akkor, itt látom. Hogy jó, és meghozzávítottam a kés, nem tudom, kamerában lehet látni. Nem tudom, mindjárt meg is mutatom. Így lehet látni, jó, meghozzávítottam a kés, megtoltam. Mert nem biztos, hogy lehet, hogy burkolatot vettem volna szét. Hiába, hogy nem a gyáj, az nem a gyáj, nem a elteti. Megvan az imbuszkus, a megfelelő imbuszkus. Utána ugyanaz a imbuszkus kell, biztos. Ide is áttesszük, becsavarozzuk. Megint leesett a kulcs. Csavar. Na úgy csavar nem megy be. Akkor bomba van régi elke. Bomba tettem a régi csavart. Olyan jó, hogy nem minden csavar megy be. Na minden. Olyan, hogy több csavarra kell így próbálkozni. Aha. Nem minden csavar megy be. Ez az. Hát igen, vagy gyári hibás is. Hoppa.
Azta neki. Este van, mehetünk haza? Elvileg. Hát nem olyan egyszerű az. Lecserítjük a bókolatot, akkor rá, jó legyen rá. Úrlát, hogy nagyobb lesz a vákó felület, amire nem igazán őrök neki, de most már minden más nincs mit tenni. Na minden. Az, ami nem a gyáj, az nem a gyáj. Minden, megpróbálok kikoptatni azt a dummy, mert nem tudok kivenni. Már úgy kell beletöltő, hogy nem szíszem. Most ez a helyzet a bilincs laza. Akkor valamit kell hozzá tenni, valamit. Én úgy gondolom, hogy tetszak hozzá kis gumit. Nem, ilyen gumi jó lesz. Nem, ilyen jó lesz ez. Egy kis gumi gyűrű. Ide meg kell vele dolgozni. Hiába szólította rá össze. Na akkor, itt a gumigyűrű, valahogy be kell tenni alatta. Na jó, befűz. Gumigyűrűbe tettük a gumit, akkor most rácsavarozzuk. Rácsavarozom. Hát remélem, hogy most már nem fog mozogni. De
ide azért lesz így verve, nem tudom. Mert az a baj nem gyári, az a burkoló, időburkoló. Na jó van, meghúztuk, jó? Nézzük, akkor egy mozog. De most már unától nem mozog. Szerintem jó lesz az így. Mindjárt kipróbálom. Hát igen, mobilján nem nagyon szoktam videó készíteni, de mégis itt van, akkor csak jó sikerült a gép, úgy látom. Hát igen, sajnos el kell mondani, hogy történt velem egy kis balset. Sajnos igen, elestem a bicikli. Jó, akkor most nem is az a téma. Többször lefoglaltam videót, mindig közben jött valami. Sajnos egy nap nem tudtam rájönni, valami mindig közben jött. Na minden, végül csak meg tudtam javítani a gépbe. Tudtam cserélni burkolatot. Igen, az a régi burkolat lehet tökéletes lett volna így is, úgy is. Tökemet van, kény vette egy új burkolatot, védőburkolatot, még egy új védőburkolatot, összesen hármat cseréltem ki. De mi volt erre szükség? Mi okozta? Én olyan damit akartam venni, gazdaságos. Azért száraz damit vettem, ami sajnos nehezen tudta a vágók és adagol késsel vágni, és akkor, ami a szint vette a burkolatot. Ilyen damin felbe, én semmiképpen nem alám ezt a acélos damit. Semmiféle nem kívánja. Ez itt vagy a burkolatot. De mindenki magában bízom rá, hogy ki hogy dönti el. De én azt mondom, van ez a szögletes damin, a nézet, vagy szögletes. Ez szerintem élével sokkal többen él, és nem veszi a burkolatot, és ebben jobban el lehet válni. Én inkább ebben a dami felbe ezt tenném be. Azt hiszem, az hány méter? Húrától 66 méter. De mégis azért, mégis való. Van ilyen tárcsa. Bozonvágott tárcsa. És abban szerintem jó lesz. Már erre is fogok videót készíteni. Most nem tudom, egy rövid videóban tudtál valami segíteni, remélem igen. Nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek a figyelmüket, tovább is jó munkát, jó kellemes fűkaszálást kívánok. Akkor további szép napot. Hello, sziasztok!